Sziasztok, ez a Mesekuckó. Most egy magyar népmesét fogok elmondani nektek, amit a bukovinai András falván gyűjtöttek. És úgy fogom elmesélni, hogy ezt annak idején mesélték tájszólásban. Mátyás király. Mátyás király egyszer vándorútja közben tikkasztó hőség volt, s megszomjazott szörnyen. S amin ment, egy daráló vízimalomhoz ért. A mónár legénytől egy pohár friss vizet kért. Jön is már a mónár egy pohár friss vízvel. Kerék malomkövet megemelt félkézvel, s miha tálca volna, azon nyújtotta fel a vizet Mátyásnak a lóra. Elállott a szeme szája a királynak. Jé, mónár, hogy hívnak? Hát, Kinizsi Pálnak. Nem jobb lenne neked, ha katona lennél? Hát, biza uram, soha se volt nagyobb vágya mennél. Így lett Kinizsi Pál a Mátyás katonája. Nagy vitéz lett belőle. Vezérség szállt rája, s a kenyérmezőn egyszer egy roppant török hadat úgy elpáholt, hogy hazáig szaladt. S a győztes csatára nagy Dáridót csapott. Két kemén markába két törököt kapott, s a harmadikot felvette fogával, s a kállai kettőst így járta. Negyed magával.